A keresztény magyar államalapítás ünnepén augusztus 20-án Rákos Mente önkormányzata és a Vigyázó Sándor Művelődési Ház idén is széles programkínálattal várta az érdeklődőket Szent István napi rendezvényén. A délelőtt folyamán a látogatók részt vettek a Tiszta udvar rendesház és a Legszebb előkert című pályázatok díjkiosztóján, valamint a Rákos Menti kertbarát körök terménybemutatóján. A nap folytatásában a Nyúldombon ökumenikus kenyérszentelésre, családi programokra, koncertekre és tűzijátékra is sor került. Volt már pár utunk, és sok mindent tudunk, de legfőképpen az, hogy összetartozunk. Kovács Nóri az év énekesnője nyitotta meg a Rákosmenti Szent István napi rendezvényt a Vigyázó Sándor Művelődési Házban augusztus 20-án. Az énekesnő alkalomhoz illő népdalcsokorral készült a keresztény magyar államalapítás ünnepére. Előadott dalainak középpontjában a magyar nemzeti összetartozás, összefogás és a hazaszeretet állt, amely eszme életben tartásához a 17. kerületben a jövőben egy emlékhely fog épülni, jelentette be a kezdeményezést Dunai Mónika országgyűlési képviselő televízióknak adott interjújában. Rákos mentén van egy közterület, amely Szent István nevét viseli. Ez Rákoshegyen a Szent István Park. Éppen tárgyaltam az helyi önkormányzati képviselővel, Szabó Tibor nével, és kezdeményezzük azt, hogy a jövő évben legyen egy megemlékező hely Rákos mentén Szent Istvánról, és hát hol lenne ez máshol, mint majd a Szent István Parkban. Úgyhogy a mai napon ezt a kezdeményezésünket is elindítjuk. A délelőtt folyamán sor került a Tiszta udvar rendesház és a Legszebb előkert című pályázatok nyerteseinek díjazására. A legszebb kerteket levetített képsorokon keresztül tekinthették meg a jelenlévők. Az okleveleket és az ajándékcsomagokat Riz Levente Rákosmente polgármestere adta át, Rab Ferenc közreműködésével, aki bemutatta a díjazottak kertjeikben tartott növényeiket és azok gondozásáért végzett áldozatos munkáját. Méltató szavakat fogalmazott meg ünnepi köszöntő beszédében Riz Levente polgármester is, kiemelve a Rákosmenti kertbarátok elhivatottságát. Mikor gondozzuk ezeket a növényeket, akkor nem csak a növényeket gondozzuk, hanem saját testünket és a saját lelkünket is gondozzuk, hiszen mindent visszakapunk. Amit mi a növényeknek adunk, azzal, hogy gondozzuk őket, azokat vissza is adják. Ez egy kommunikáció, ez egy párbeszéd, amely visszafelé is működik, és ezt az energiát, amit önök a terményeikre, a kertjeikre, az előkertekre fordítanak, azt visszakapják az életükben. Meggyőződésem, hogy aki a kerttel, aki növényekkel foglalkozik, az egészségesebb ember a szívében is, a testében és a lelkében is. Augusztus hónap a termények betakarításának, a szüretelésnek időszaka is, és kerületünkben már több éves hagyomány, hogy a Vigyázó Sándor Művelődési Ház aulájában egy termény bemutató tárlat várja a látogatókat. Színes, lédús, eredeti magyar gyümölcsök sora. A kiállítást András Károly, a Kertészek és Kertbarátok Budapesti Szövetségének, valamint a Rákos Ligeti és a Rákos Kerti Kertbarát körök elnöke nyitotta meg. Beszédében kitért a növénygondozásra és védelemre, továbbá kiemelte, az éghajlatváltozások miatt egyre nagyobb kitartás szükséges, ha valaki rendben szeretné tartani kertjét és termést hozó növényeit. Hogyha az emberek tájékozottak és megkapják a megfelelő tájékoztatást, akkor akarom és csinálom, és bebizonyítom azt, hogy én igenis megcsinálom. Természetes azokkal az adottságokkal, ami rendelkezésünk áll. És ezek, az akár az éghajlati adottságok, ha változnak, akkor nekünk tudomásul kell venni, hogy igen, és annak megfelelően jön ez az akarom, és ez mindenkiben benne van. És hogyha megvan a szaktudás alapja, amit támogatással megkaptak, akkor szívvel, lélekkel mindent el tudnak érni, és el is érnek. A kertbarát körök ebben az évben is megszervezték a Kertünk Kincsei rajzpályázatot, melynek célja, hogy egy rajzverseny keretein belül ismertessék és szerettessék meg a gyermekekkel a természetet. Idén több mint 200 pályamunka érkezett, melyek közül néhányat a fórumteremben állítottak ki a szervezők. A megnyitót követően az aulában a hagyományokhoz híven zöldség és gyümölcsmustra vette kezdetét, ahol a természet kincseiből mindenki kedvére válogathatott, kóstolhatott. A Rákosmenti Szent István napi rendezvény a Nyúldombon tartott ökumenikus kenyérszenteléssel folytatódott, amely során a történelmi egyházak képviselői áldották és szentelték meg a nemzeti szalaggal átkötött ünnepi kenyeret.
A katolikus egyház részéről Molnár Miklós plébániai kormányzó, a görög katolikus egyháztól Gulyván Gergely parókus atya, a református egyház részéről Sóskuti Zoltán lelkész, az evangélikus egyháztól pedig Kovács Áron lelkész áldotta meg az új kenyeret. A látogatók ezt követően a Forgó Rózsa tánc és ének együttes Szent István áldása szálljon mi ránk című ünnepi műsorát tekinthették meg Gordos Anna vezetésével. Az együttes egy igazán színes előadással készült, bemutatva a sokoldalú Kárpát-medencei kultúrát. Arra gondoltunk, hogy igyekszünk úgy összeállítani a műsort, hogy a Kárpát-medence lehetőleg minél több tájegységéről, magyar lakta vidékéről hozzunk erre a nemzeti ünnepre produkciót. Persze igazából csak abból tudtunk meríteni, amit a tanév alatt, az elmúlt tanév alatt az egyes néptánc csoportjaink itt a Forgó Rózsa Tánc Együttesben tanultak. Hiszen szerencsére elmondhatom, hogy felmenő rendszerünk van, és már óvodás csoporttól kezdve kisiskolások, középhaladók, egészen gimisek, és 18 éves korig vannak csoportjaink, minden csoportban más tájegység táncával foglalkozunk egy-egy tanévben, és ilyenkor, amikor nyáron kapunk egy ilyen örömteli felkérést, hogy állítsunk össze egy műsort, akkor szerencsére tudok többféle tájegységet színpadra rakni és ezekből meríteni. A gyermekek szórakoztatásáról a térprogramok és a kézműves sátrak mellett a Magyar Népmese Színház gondoskodott, akik a Kóró és a Kismadár című előadásukat hozták el a rendezvényre. Őket követte a Kozma Orsi Kvartett. A zenekar kellemes családi piknik hangulatot teremtett színvonalas jazz zenéjével. A világban nincsen véletlen, tudod éppen ezt a véletben. Elmondjam-e még egy szóval is elég? Igazán ünnepi produkcióval készültük, a saját dalainkat hoztuk el. A Kozma Orsi Kvartett három saját lemezzel rendelkező zenekar. Egyébként idén vagyunk 10 évesek, úgyhogy mi ennek a három lemeznek a legjobb dalait hoztuk el. Ezek között nem csak saját dalok vannak, hanem feldolgozások is, például LGT dalt biztos el fogjuk játszani, hogy ne essen az eső. Úgyhogy egy ilyen kis best of műsorral készültünk. A nemzeti ünnep alkalmából a szervezők egy igazi augusztus 20-ai meglepetéssel is készültek. A résztvevők az egész napos rendezvény folyamán kitölthettek egy Szent István életével kapcsolatos kérdőívet, és a helyes megfejtők között kisorsoltak 5 darab balatoni habos magyarótortát, amely az idei év országtortája lett. Ezt követően a Sebő Együttes lépett színpadra magyar verseket felvonultató koncertjével. Énekelt versműsorral készültünk, ebben benne vannak a régi költőktől kezdve a kortárs költőkig mindenki, és az az érdekes benne, hogy mivel ez a műfaj századokat ível át, ezzel egy kis történelmi sétát is lehet csinálni a múltban. Hát persze főleg abban a részében, ami ma is érdekes. Kisebb igaz udvar, csak úgy bizsereg, ki inni, hogy éjjel, hol vannak ezek? A Sebő Együttes előadása után a várva várt tűzijáték zárta. A Vigyázó Sándor Művelődési Ház és a Rákosmente Önkormányzata szervezésében megvalósult augusztus 20-ai rendezvény.